Budapest rendőrfőkapitánya adta át az elismerő oklevelet Szabó Csabának, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság vezetőjének. Az elismerés az úgynevezett DNI Challenge kihívásra készített videóért járt. A Tolnában készült videót ugyanis a Facebookon szavazók az ország legjobbjává választották. Én azt kértem az én munkatársaimtól, hogy vigyük bele a kreativitást, jelenítsük meg benne a megyét, és jelenítsük meg azt, hogy a rendőrség önmagában társadalmi támogatottság nélkül semmit sem ér. Részlet a győztes videóból. A Tolna megyei rendőrök a szekszárdi Garai teret választották a felvétel helyszínéül. A feladatuk pedig az volt, hogy a képsorokon keresztül mutassák be lakhelyük egy szép pontját napközben és éjszaka készült felvételekkel, hogy így népszerűsítsék a rendőrséget és a belföldi turizmust. A kihívást a budapesti rendőrfőkapitányság indította el hónapokkal ezelőtt. Akkor még a fővárosban nem gondolták, hogy az ötletüknek hatalmas sikere lesz a Facebookozók körében. Büszkén jelenthetem ki, hogy sikert értünk el, hiszen mégis 4 millió megtekintése volt ezeknek a videóknak, tehát úgy tűnik, hogy a belföldi turizmusnak a népszerűsítése és a rendőrség munkájának ilyen formában történő bemutatása az érdekelt az embereket. A rendőrségnél most azt tervezik, hogy nemzetközivé teszik a DNI Challenge-et és a környező országok rendőri állományainak tagjait is hasonló videós kihívásokra invitálják majd.